Széleskörű felújítások zajlottak Dombrádon. 450 millió forintból valósult meg a 20 éves szennyvíztelep bővítése és rekonstrukciója, jelenleg pedig az utak mellett járdát építenek. Nyáron az iskola két épületének felújítása zajlott, nyílászárókat cserélnek és teljes hőszigetelést kap az intézmény. Emellett a kormányablak és a szociális központ is megújul. Jelenleg a Domrád és térsége szociális alapszolgáltatási központ épület előtt állunk, a a felső szint. A Domrádon 15 éve működik már az alapszolgáltatási központ, és nagy, elég, nagy megelégedésünkre. Az éven teljesen ki lesz cserélve a nyilázzáró, korszerűsítve lesz a fűtésünk, ezt a minden a szeptember végéig befejezi a építési vállalkozó, aki a munkálatokat elkezdte, és addig rá lesz adva az új kormányablak is a domrádiak nagy örömére. A folyópartot kihasználva újra komp működését tervezik a település vezetői, aminek első lépéseit már meg is valósították. A parton egy turisztikai attrakciót hoznak létre, első körben a kis hajó kikötő építése fejeződik be a következő időszakban. A fejlesztések eredményeként emellett a Horváth József alkotóházban nézhetik meg az érdeklődők a település történetét. Helytörténeti kiállítást alakítottunk kiújítottunk, újítottunk, méltó helyére került az eddig összegyűjtött gyűjtemény, és az orvosi rendelő beruházás, amire nagyon büszke vagyok, mert hogy a város központjában van, több mint 40 éves épület újult meg, és teljes rekonstrukció zajlott. Az idősek étkeztetését a Szociális Alapszolgáltatási Központ végzi, míg 400 gyermekét a kormány biztosítja a nyári szünet alatt Dombrádon. Az önkormányzat következő terve egy 15 fős idősek otthona létrehozása.